Üdvözlünk minden horgásztársat! Önök a Hegyeshalmi Horgász Egyesület szervezésében megtartott 5. Stetnitó Bojlis horgászverseny összefoglaló filmjét látják. Tartsanak velünk! Kezdjünk is bele! 2022. június 3-án korán reggel gyűltek össze a csapatok a Stetnitó partján. A megnyitó után elkezdődött a sorsolás. A sorsolás annyiban speciális volt, hogy első körben az derült ki, hogy a csapatok milyen sorrendben választhatnak horgászhelyet. Természetesen minden csapat igyekezett a legjobbnak vélt helyek közül választani. Miután mind a 8 csapat horgászhelye kiderült, kezdődhetett a pakolás, és elindulhatott a 72 órás verseny. Amíg a csapatok pakolnak, etetnek és bevetik horgaikat, pár mondat erejéig ismerkedjünk meg a helyszínnel, a Hegyeshalmi Horgász Egyesület által kezelt Stetnitóval. A Stetni Horgásztó és Szabadidőpark Hegyeshalom nagyközség belterületén a Bezenye felé vezető 1501-es számú út mellett helyezkedik el. A Stetnitó közel 2 hektár területű, átlag másfél méter mély, a meder alja agyagos, partja több helyen náddal tarkított. Tavunkon mind a Bojlis, mind a finom szerelékes horgászat kedvelői megtalálják számításukat. Komoly halállomány, igényes, rendezett környezet, hideg-meleg konyhás büfé, fedett beülők, könnyű megközelíthetőség, többek között ezekkel várunk minden horgásztársat. Izgalmasan kezdődik a verseny. Megérkezett az első értékelhető hal, sőt 2 is. A Tímár László, ifjabb Tímár László és Orsós István alkotta Aquaborn csapat fogásait mutatjuk. Az Arma Group Carb Teamnél járunk. Itt is megvan az első értékelhető fogás. Nézzük! A Vörös Kraken csapata, azaz a mezőházas pár is megfogta első halát. A Coco Carb Teamnél vagyunk. A Kovács István Kócán Balázs alkotta duó igazán szép tövest mutat be. Úgy tűnik, hamar beálltak a halak az Aquaborn csapat etetésére, újabb 2 pontjuk van. Hegyeshalomból érkeztünk, egy osztrák cég nevével versenyzünk, az Aquabornnal. A bojlizás az 2001-ben lépett be az életünkbe, apámmal együtt. A bojlis verseny 5 alkalommal, 5. alkalommal indultunk, itt 2 alkalommal nulláztunk, illetve az utolsó 2 évben pedig másodikak voltunk mindkétszer. Ha 100 kg fölé jutunk, azzal már nagyon boldog lennék. Esemény van újra az Arma Group Carb Teamnél is. Komárom Esztergom megyéből, Esztergomból érkeztünk, illetve Hegyeshalomból, az Arma Group Kft. Megbízásával. Hát a legelső versenyen ugye sikerült győzelmeskednünk, a második versenyen sajnos az utolsó pozíciót foglaltuk el. Hát jelenleg a 3. helyen állunk, ha minden igaz. Milyen eredményt várunk, most az éjszakában bízunk nagyon. Meglátjuk, mi lesz. Én szeretünk a Stetniton horgászni. Szerintem, hogyha körbenézzünk, itt a környezet elmond magáról minden. Szinte családias a hangulat, tisztaság, rend, fegyelem. Én úgy érzem, hogy egy nagyon szép és nagyon jó környezetben vagyok. A jó pap, akarom mondani, a jó horgász is holtig tanul. Nem igaz? Poén, kabala vagy kötelező olvasmány lehetett. Nos, arról nincs információnk. Eljött az este, és vele az első amúr is. Az Aquaborn csapatánál vagyunk.
A Vörös Kraken csapatának is megvan a második értékelhető hala. Közben esemény van a másik oldalon is. A Bekokarp csapatánál járunk. Bendó Ágnes fárasztását látjuk. Nézzük, meg lesz-e az amúr. A rendkedvéért említsük meg, hogy a versenyen az 5 kg feletti ponty és amúr számított, a helyezéseket pedig az összsúly határozta meg. Hamar eljött a másnap reggel. Az éjszaka fogásban gazdag volt, így sok csapatnál volt dolguk a mérlegelőknek. Az Aquaborn csapata újabb pontyot mérlegelhetett, ahogy a Kokokarp tím is. Stetti Tóra, Ides Tóra 10 éve járunk. Ezen a nagyhalas bódis versenyen a 5 éve veszünk részt. Az elmúlt években sikerült, ha visszaemlékszek, úgy gondolom, hogy mindig dobogos helyezést elérni. A legjobb eredményünk idáig ezen a bódis versenyen a első hely, meg a legnagyobb hal kifogója. A helyjel annyira nem vagyunk megelégedve, mert nem minden szerettünk volna nyilván ülni, de próbáljuk kihozni belőle a maximumot. A Trinacria tím is tudott mérlegelni, egy szép tőpontja fogásuk. Érkeznek a mérlegelők a Bekokarp csapatához. Az előző esti amúr után Ági ezúttal egy szép pontyot mutat kameránknak. Sőt, mindjárt kettőt. Íme a második ponty, amely már 10 kg feletti. Szépen jön föl a Bekokarp. De hogy izgalmas legyen, az Aquaborn csapatánál is újabb fogás. A DMZ csapata, Virizolai Dávid és Boda Márton is elkönyvelhetett egy értékelhető halat. Ismét a Bekokarp. Konrád István szép tőpontja mellett Bendó Ági újabb halával a Bekokarp nagyon belehúzott. A mostani versenyen a 8-as álláson foglaltunk helyet, mivel választásos verseny volt, hogy a helyeket ki lehetett választani, így mi azt gondoltuk, hogy a legnehezebbet válasszuk, ami a tó adottságából van. Itt található egy kagylópad. 5-5-ször veszünk részt a versenyen. Az első versenyen sikerült az első helyezést megszereznünk, utána egy negyedik helyet sikerült elcsípnünk, és 2. harmadik helyünk volt. Most ez a 5. verseny, most próbáljuk a legnehezebb pályán a legjobbat kihozni a versenyből. Szeretnénk a idei versenyen elérni a 120 kg feletti összfogást, és szeretnénk természetesen dobogó helyezést elérni, mint eddig 4-ből 3-szor sikerült is. Ez nem egy behúzós bojlis horgászverseny, ez egy dobós horgászverseny. Idáig a visszajelzések alapján mindenki nagyon meg volt elégedve. Főleg a halakkal, az utóbbi időben még több halat telepítettünk bele, nagyobb testű halat, úgyhogy mindenki megelégedésére csináljuk ezt a horgászversenyt. Úgy döntöttek a jelenlévők, hogy egy csapattal tovább bővítjük jövőre a lehetőségeket, mert annyi hely van, hogy még egy csapattal tudunk bővíteni. Azione! Azione, azaz akció Angeloéknál. Én Győrből jöttem, Angelo szicíliai. Ez a 3. versenyünk, van egy 2. helyezésünk és egy 4. Penso che siamo in 6ª posizione attualmente. Abbiamo avuto 5 catture in questi 2 giorni, 3 amur e 2 carpe. E poi veniamo sempre qua a pescare, che ci piace stare rilassati e amiamo il lago pure.
Az Arma Group Carp team is fel tud mutatni egy újabb szép Stettini pontját. Itt jegyezzük meg, hogy nagyszerű volt látni a csapatoknál az érdeklődő családtagokat, leginkább a gyermekeket. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy megismertessük és megszerettessük gyermekeinkkel sokunk kedvenc hobbiát, sportját, a horgászatot, hiszen ők lehetnek a jövő horgászai. Közben újabb fogások a Tímár familiánál. Egyre kiélezettebb a küzdelem az Aquaborn és a Bekokarp között. Igazán gyönyörű pikkelyes pontja Stettiniből. Gyűjtögeti halait a Vörös Kraken csapata is. Ódor Viktória mutatja a legújabb fogásukat. A jövővel kapcsolatban azt tudnám mondani, hogy nagy a túljelenkezés a versenyünkre, mindenkit nem tudunk fölírni a versenyre, ezért néha sértődések vannak, de hát ezt próbáljuk valahogy úgy kiköszöbölni, hogy új szabályokat hoztunk most, hogy a mostani verseny utolsó két helyezettje helyett valaki új fog jönni, új két csapat, ha lesz jelenkező, de ugyanakkor, aki most kiesett az utolsó két helyezett, az a következő évben automatikusan előnyt élvez, ha szeretne jönni a versenyre. Egy szép tükrös, a Merész Dávid, Merész Balázs és Baranyai Balázs alkotta Arma Group csapatnál. Itt is gyűlik szépen az összsúly. Akció a Bekokarpnál. Természetesen van válasz az Aquaborn fogására. Úgy hallottuk, Amur küzd a horog végén. Lássuk! Bizony kell a türelem, a rutin és persze a jól beállított fék, ha Amur van a horgon. Mint látjuk, ezt tudják a Bekokarpnál is. Nos, ő még nagyon nem akar kijönni. Igazán szép, egészséges torpedó a Stettinitóból. Már-már viszont válaszként akció van az Aquaborn csapatánál. Mint látják, ifjabb Tímár László is Amurt fogott. Gyorsan telik az idő, és jönnek sorban a fogások. A mezőházas pár is szépen gyűjti a halakat. Régen hallottunk a Kokokarm tímről. Kócán Balázsnak úgy tűnik, jobb hala van. Bizony, ez komolyabb hal lesz. Bőven 10 feletti pontnak tűnik. Rutinos fárasztás, határozott merítés, a Kokokarp team sikeres fogását láthattuk. Ez bizony a verseny eddigi legnagyobb hala. Gyönyörű példány. A nagy halak a tóba az hát telepítés útján kerültek, amiről tudunk, hogy tavalyi év folyamán egy 18 kg 75 dekás pontja az elmúlt 20 év tórekordja. Előtte fogta a nagyobb halakat is, csak sajnos akkor még nem volt korlátozva az, hogy az 5 kg felettit vissza kell engedni. Akik a film kapcsán most felkeltett érdeklődéssel szeretnének idejönni és horgászni, azoknak mit kell figyelembe vennie, milyen tanácsokat tudna adni az elnök úr?
Nagy szeretettel várunk mindenkit, de arra megkérünk mindenkit, hogy a halak védelme érdekében a ponymatrac, a nagymerítő háló és a feltétlenül tőspré nélkül ne is érkezzenek, tehát így próbáljuk megvédeni a nagy halakat. Természetesen még azt nem mondtam, hogy reggel 5 és 20 óra között lehet csak napi egyen horgászni, az éjszakai esti horgászatra nincs mód és lehetőség a napi egyesek számára. A következő reggelen igazán szép, pikkelyes pontyokat rögzíthettünk. Kócán Balázs a kokogárp színeiben mutatja fel nekünk nagyon szép tőpontját. Újabb két pontjuk van. Hasonlóan szép tövessel várt bennünket Baranyai Balázs az Armagrup csapatból. Szintén egy formás halat mutat a Vekokartnál Bendó Ági. Hoppá, Áginak egy szép tükrös is jött éjjel. Napközben nem sok esemény volt, de itt-ott sikerült azért szágba terelni egy-egy halat. Az Armagrup Carp Teamnél újabb szép ponty. A Trinacria csapatában Angelo ezúttal egy tükröst fogott. És akció van a Beko Carpnál is. Újabb szép ponty Bendó Ági kezei között. Közben bemutatjuk önöknek, hogy támogatóinak köszönhetően milyen díjak várnak a résztvevőkre. Bajós felhők gyülekeznek Ausztria felől. Rendhagyó módon a stábsátorból jelentkezünk. Óriási vihar van. Valószínű, hogy az év vihara zajlik. Mozog a sátor, kicsit izgulunk, mert iszonyatos hangerővel csapott le a villámlik. Török, nem is tudom, hogy fejezzem ki. Izgulunk, hogy lesz ennek az éjszakának vége. Égi háború, villámlás, kicsit félelmetes, mert iszonyatos hanggal tört ránk ez a vihar. A verseny utolsó hajnalán vagyunk. Csendes, nyugodt reggel van. Néhány árulkodó jel mutatja, az éjjel óriási vihar tombolt. Tócsák, leszakadt ágak, valamint kaptunk hírt összetört sátorról is. Bizony az egy órán át tartó felhőszakadás alatt leesett egy havi csapadékmennyiség. De nézzük, hogy éjjel a vihar előtt és után mely csapatoknak sikerült halat fogni. A Kokokarp Team várt bennünket egy szép ponttyal, majd a mérlegelő csapatnak a Trinacria Teamnél is volt dolga. A Bekokarp csapata óriási hajrával 4 darab értékelhető halat tudott az éjjel fogni. Egy amúr és 3 ponty volt a fogás. Mutatjuk is őket sorban. Kijelenthetjük, nagyon komoly ponty állománya van a Stettnitónak. Gyorsan eltelt a 72 óra. Elérkezett az eredményhirdetés. Tisztelettel köszöntök mindenkit a 5. Bojlis nagyhalfogó versenyünk
eredmény hirdetésén. Köszönöm mindenkinek egyrészt a részvételt, másrészt pedig a kitartást az éjszakai vihar miatt. Összesen 521 kg halat fogtunk, ebbe 54 darab ponty volt és 7 darab amúr. Az átlagsúly 8,54 kg volt. Itt jegyezném meg, hogy amit vettünk nagy halat, nem nagyon volt 9 kg halat, tehát valószínű az évek során a vett telepített halakból is pár darab túlérte, hogy elvigyék, 5 kg fölé nőtt, és így védett korba, vagyis inkább védett súlyba került. Tudnivalók, statisztikák és összegzés után elindult az izgalmas eredményhirdetés. Először a külön díjak kerültek kiosztásra. Elsőként a verseny első 10 pluszos halának járó díjat Tímár László kapta. A legnagyobb hal díját, valamint a vele járó értékes tárgyakat pedig Kócán Balázs vehette át. Balázs pontjának súlya 14,13 kg volt. Majd érkeztek a csapatok sorban. A támogatóknak köszönhetően minden csapat kapott értékes díjakat, helyezéstől függetlenül. Úgy gondoljuk, ez mindenképpen mutatja a verseny színvonalát. És akkor a dobogósok. Harmadik helyen végzett az Arma Group Hard Team, azaz Baranyai Balázs, Merész Balázs és Merész Dávid. Óriási küzdelemben a második helyen végzett az Aquaborn csapata, azaz Tímár László, ifjabb Tímár László és Orsós István. Első helyen pedig kiemelkedő eredménnyel végzett a Bendó Ágnes Konrád István alkotta Bekokár Team. Gratulálunk a díjazottaknak és minden résztvevőnek. Mutatjuk a végeredményt. Pályát tekintve a legnehezebbet választottuk a tó jellegéből adódóan. 120 kg összfogást céloztunk meg, melyet sikerült nem kicsit túlszárnyalnunk. Az utolsó éjszakára kaptunk egy nagy vihart is, ami aztán végül is behozta azt az utolsó 50 kg-t, amivel elértük a álomhatárunkat, amit túlszárnyaltuk az álomhatárunkat 135 kilóval. Reméljük, hogy jövőre is ugyanígy fog sikerülni a verseny. Mi mindent megteszünk, meglátjuk, hogy fog alakulni a sorsolás, milyen időjárási körülmények lesznek, és mindent kihozunk, amit csak tudunk. Hajrá, Beko! Véget ért az 5. Stettnitó Bojlés Horgász verseny, és ezzel filmünk is. Köszönjük figyelmüket! Találkozunk legközelebb is. Addig is keressék fel oldalainkat a képernyőn látható elérhetőségeken. Ja, és ne feledjék! Jövőre találkozunk! Így van. A viszontlátásra. Kollégáinknak köszönjük a segítséget, partnereinknek a komoly támogatást.